Az edzések mellett két meccset is játszott az elmúlt héten a Kisvárdai együttes. Szerdán Diósgyőrben lépett pályára Kondás Elemér csapata, és Sinder, valamint Kovács Réti góljával 2-1-re győzött az osztálytárs otthonában. Szombaton Debrecenben vendéges lett a Várda. A szakmai stáb nem számíthatott a kisebb sérüléssel bajlódó Lukácra, Sinderre, Gosztonyira és Horváth Zoltánra. Az első fél időben a hazai csapatnak volt több helyzete, a vendégek kontrákból próbáltak veszélyeztetni. A második játékrész már kiegyenlítettebb volt, gól azonban egyik oldalon sem született, így 0-0-val ért véget a Kisvárda harmadik felkészülési mérkőzése. Néhány játékosunk hiányzott, inkább biztonsági szempontból maradtak ki, nehogy valami probléma legyen, fáradtságot éreztem a Lukács a Sinderen. Sinder ugye kapott egy ütést a hátára, és a hátizma megrándult, meg jó néhány a Temur is azért játszott csak fél időt, mert fáradt volt már a tegnapi edzésen is, meg a mai mérkőzésen, valamint a Karasszuk is ugye a 3-esből 2-t végjátszott, nyilván neki is járt a pihenő. Úgyhogy hát próbáljuk úgy adagolni a terhelést a játékosoknak, hogy azért mindenki megkapja a mérkőzés terhelést, de ne is legyen túl sok, és nehogy kizsírozzuk őket. Pontosan ezért a játékban azért voltak hiányosságaink. Egyrészt azért is, mert az ellenfelünk letámadott minket, és igazából a passzokat nem úgy oldottuk meg a labdakihozatalnál, hogy azt esetleg Diósgyőrbe. De összességében azt mondom, hogy mindenki megcsinálta a futómunkát, tehát amit mondtam az elején is, a mai mérkőzésen inkább az volt a lényeg, hogy mérkőzést is kapjanak, valamint minden mérkőzésen az a cél, hogy az új játékosok minél jobban beintegrálódjanak a csapatba. A Kisvárda szerdán Ungváron az ukrán másodosztályban szereplő Volyn Luk ellen lép pályára, majd szombaton Nyíregyházán tartja a bajnoki főpróbát Kondás Elemér együttese. Az NBA nyitófordulójában július 21-én a Videotonnál vendégeskedik az Élvonal Újonca.